Hello, Lucy, a vagyok, és a mai napon a LEGO Marvel Super Heroes GameStar online videó tesztjével készültem számotokra. Mostanában nem jutott túlzottan sok babér a Marvel hősöknek a játékiparban. Természetesen ott volt Wolverine álmok futása, mint a bosszú állók kifejezetten béna adaptációja, de nem találkozhatunk semmi DC univerzumra jellemző sikere, mint például a Rocksteady Arkham sorozata, vagy a Netherrealm Injustice-a. Ismét veszélyben a világ Galactus közeledik a föld felé, akinek egyébként szokása bolygókat megenni. Ezt a vészetet kihasználva össze a három szuper bűnöző, Magneto, Loki és Dr. Doom, hogy beteljesítsék ördögi tervüket. Természetesen hárman nem lennének ezt feltétlenül elegendőek, úgyhogy még több csatlós gyűjtenek maguk köré, ilyen például Venom, Sandman, Dr. Octopus, Mastermind vagy Mystic. Ezt a jók sem hagyhatják, annyiban itt lesz mindenki, aki számít, bosszúállók, fantasztikus négyes, rozsomák, ciklon, pókember, együttes erővel próbálják majd megállítani a gonosztevőket. Karakterekből aztán akad bőven majd vagy 130-ból válogathatunk, és a főszereplők képességeit, mint például, hogy hák fel tud emelni nehéz dolgokat, és el tudja dobni, vagy pókember a hálója segítségével le tud húzni ö, tárgyakat a magasból, ki is kell használnunk, különben nem tudjuk sikeresen teljesíteni a küldetéseinket. Az első LEGO játék 2005-ös megjelenése óta a fő játékelemek nem változtak. Lehet a téma a Karib-tenger kalózai, a gyűrűkúra, Harry Potter vagy a Csillagok háborúja, de mindenhol össze kell majd törnünk, amit találunk, összegyűjteni a pontokat és újjáépíteni az elemeket, valami hasznossá. Ezt a menetet néha megtörik harcokkal, de ezek annyira nem fontosak, talán csak a néha előforduló ötletes, de kifejezetten repetitív bossfájtok. -ok. Ez ebben a játékban sem változott, csak kicsit szebbé vált minden. A sztori, aminek főszállát olyan 12-13 óra alatt játszhatjuk végig, New Yorkban játszódik, ahol megtalálható minden olyan ház, ami a Marvel univerzumban számít. Ott van például az X-menek kastélya, esetleg az Osborn művek székháza, illetve a Stark torony is természetesen. New Yorkon kívül azonban más érdekes helyszínekre is eljuthatunk, például a tenger alá vagy trópusi szigetekre, esetleg Lokival, Asgardra, sőt egy aszteroida felszínén is küzdhetünk. Összességében annak ellenére, hogy nyilván egy gyerekeknek készült játékról van szó, bármely korosztálynak nyugodtan ajánljuk, főleg ha szereti valaki a képregényeket, azon belül pedig a Marvel univerzumot. Nagyon sok ízterek található ebben az alkotásban, melyek közül nem egy, csak akkor értelmezhető megfelelően, hogyha ismerjük a háttér történeteket. Egyébként, ha szeretnénk mindent kimaxolni, mindent összegyűjteni, akkor akár 50 óra játékidő is beleszaladhat, úgyhogy tartalomra nem lehet panasz. Igaz, hogy a sorozat 8 éves fennállás alatt nem változtattak semmit a fontosabb játékelemeken, de ennek ellenére megérdemli a 8,6-et a 10 skálán, de próbáljátok ki és döntsétek el, hogy nektek mennyire tetszik. Ennyi lett volna mára, köszönöm a figyelmet, sziasztok!